Április 22-én ismét Tolnán koncertezik a helyi ifjúsági fúvószenekar. A zenészek már gőzerővel készülnek a délután 6 órakor kezdődő előadásra. A spanyolországi utazásunk után André Álvareznek hívják ezt a szerzőt, és ő keresett meg a verseny után, hogy nagyon szívesen írna nekünk egy darabot. Sajnos most ez nem fog elhangozni a koncerten, hiszen nem készült el, de hát azt mondta, hogy jó munkához idő kell. Úgyhogy még élelődik a dolog, valószínűleg majd az évvégi decemberi koncertünkön már be tudjuk mutatni ezt a darabot is. Viszont küldött még, hát már megírt meglévő darabjaiból is egy párat, és egy ilyen szerzeményt be fogunk mutatni az áprilisi koncerten is. A próbák szokás szerint nagyon izgalmasan zajlanak, ahogy az előbb beszéltük is itt kamerán kívül, tehát egy spanyol kapcsolat és egy spanyol zeneszerzőnek a darabjait próbáljuk most. Ez egy Belton nevű szám, nem tudom, hogy erről mennyit szabad mondanom, majd ennek a magyarországi premierre, jól tudom, akkor ezen a koncerten lesz majd áprilisban. Hát nagyon izgalmasan zajlanak a próbák, érdekes ez a darab, és igazság szerint nagyon várjuk már, hogy elkészüljünk vele. Érdekes az, hogy ha valamit nem tudunk, akkor megkérdezhetjük a szerzőt, hogy mégis mire gondolt a szerző, szokták ugye ezt mondani. Egyébként szerencsére nagyon jó a hangszerelés, és érthető nagyjából minden része a kottának, amennyire én tudom. De ez az egyik legérdekesebb része neki, hogy tényleg gyakorlatilag tudjuk azt, hogy ez a szerző, aki írta, még ott van valahol Spanyolországban, és ha szeretnénk, akkor kapcsolatba is léphetünk vele. Ez egy tavaszköszöntő koncert lesz, viszont most nem konkrétan egy olyan tematika, mint mondjuk a Broadway koncertünk, vagy a filmzenei koncertünk alkalmával hallhatott a közönség, hanem egy teljesen vegyes, és mind fúvószenekari művekben és filmzenékben is egyaránt fogunk kalandozni. Nagyon érdekes a darab, egyébként ez egy ilyen kelta tavaszköszöntő rituáléről szól ez a darab, tehát kelta istenek jelennek meg benne, az ő kapcsolatuk, illetve hát ez az egész tűz ceremónia, ami megjelenik a darabban, úgyhogy nagyon izgalmas tényleg, és a másik darab, ami ugye majd ősbemutató lesz decemberben, az pedig egy magyar ihletésű darab lesz. Nagyon sokáig beszéltünk arról, hogy mi legyen a témája, itt a Mátyás királytól elkezdve a mindenféle magyar történelmi eseményeket így végig beszéltük, hogy mi lenne az ideális, és arra jutottunk, hogy egy ilyen kicsit sámanisztikus, a táltos kultúrával kapcsolatos darab fog készülni. Hát még részleteket én sem hallottam belőle, de maga a téma szerintem nagyon izgalmas, és nagyon jó, hogy készül egy ilyen tipikusan magyar ihletésű darab. Most szeptembertől létrehoztunk egy utánpótlás zenekart, itt a zeneiskolai tanulókból, hát körülbelül 18 fővel indult el ez a dolog. Hál' Istennek majdnem minden hangszercsoportból van benne fiatal tanuló, és hát nagyon-nagyon motiváltak és nagyon ügyesek, úgyhogy pár tanulót már meg is kértem, hogy át is ülhet egyből a nagy zenekarba is, mert hogy nagyon szépen tudunk dolgozni együtt. Hát természetesen nekik még meg kell tanulni ezt, hogy hogyan kell egy zenekarban dolgozni, mikre figyeljenek, a karmesteri jelzéseket tudják értelmezni, meg hát összeszokunk, megtanulják a zenekari kultúrát, és majd idővel szépen szeretném őket integrálni a nagy zenekarba, meg természetesen új fiatalokkal is dolgozni majd. Most az egész szeretnék, hogy a szakorlatot tudj érdekében, de jó szándékú vagyok azokra, amit mindig szükséges.
200 évvel ezelőtt, 1823-ban közadakozásból építették a Tolnai Szent Háromság szobrot. Az emlékművet utoljára 4 évtizeddel ezelőtt újították fel, így napjainkra már elég rossz állapotba került. Tavaly Saramó Márta helyi lakos döntött úgy, hogy ismét összefogásra ösztönzi a város lakóit. Ennek érdekében létrehozta a Tolnai Szent Háromság szobor felújításáért alapítványt. Szent Háromság abban az időben bajelhárító fogadalmi céllal nagyon sok helyen az országban építettek ilyen szobrokat, feltehető, hogy ez a szobor is ilyen céllal épült, ezt erősíti, hogy az Obelix felett található Szent Háromság szoborcsoport alatt 4 segítő szent szobra is található, Szent Valentin, Szent Donát, Szent Vendel és Szent Sebestyén. Külön kiemelném Szent Valentint, aki az akkori svábságnak a védőszentje volt, passaui püspök volt egyébként, és mindez arra utalhat, hogy a svábok is jelentősen hozzájárultak ennek a szobornak a felállításához. Tehát közadakozásból szeretnénk megvalósítani. Már megkezdtük a gyűjtést, adakoznak az emberek, de még természetesen nem jött össze a megfelelő összeg, de már annyi összegünk van, hogy el tudjuk kezdeni a szobornak a restaurálását. Az adakozók között nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok elszármazott is adakozott. Ez arra utal, hogy az elszármazottak is kötődnek Tolnához, és magukénak érzik ezt a szobrot is. A restauráláshoz nagyjából 15 millió forintra lenne szükség. Tehát szükségünk van még további adakozásra, ezért is nagy örömünkre szolgál, hogy a Tolna város önkormányzata és a Dunamenti Polgári Egyesülettel közösen és az alapítványunk egy jótékonysági hangversenyt szervezünk. Március 25-én a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar közreműködésével itt is lehet majd adakozni. A Szent Háromság egy igazodási pont, és nem csak helyrajzi, hanem lelki szempontból is, mondja a városvezetője. A Tolna város önkormányzatának nagyon fontos az, hogy ezeket a régi emlékeket, ha világi, ha egyházi emlékek, ezeket megújítsuk. És jött egy kezdeményezés, mert hogy aki nem áll itt a szobor mellett, az nem látja azért, hogy ez milyen rossz állapotban lévő szobor. Ugyan a város egyik jelképe, de ezt inkább autóból vagy messzebbről, fotókról, térképekről látjuk. És aki itt áll mellett, azért látja, hogy nagyon rossz állapotban került. És úgy tűnik, hogy néhány 10 évenként azért ez felújításra szorul. Mi nyilván a kezdeményezés mögé állunk, hiszen az önkormányzat a tulajdonosa ennek a szobornak, de azt gondolom, hogy lelkileg is nagyon sokat tesz az hozzá, hogyha újra közösen teszünk valamit. Számos példája volt ennek egyébként, akár a jótékonysági hangversenyek, akár a zárverések, amelyek nagyon szép bevétellel zárultak. És én nagyon bízom abban, hogy az önkormányzat és esetleg az egyház mellett a tolnai civilek és a tolnai cégek is hozzá tudnak járulni ennek a szobornak a felújításához. Annak érdekében tehát, hogy minél több emberhez elérjen az akció, egy jótékonysági hangversenyt szervez a városvezetés az alapítvánnyal és a Dunamenti Polgári Egyesülettel közösen március 25-én. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a Lovardába, ami egyébként szintén egy jelképe a városnak, hiszen talán azok a régi építészeti emlékek, ugyanúgy, mint ahogy ez a szobor és a városháza, ugyanúgy a laktanya is, és azok már megújultak. Én nagyon bízom abban, hogy ez is akár még ebben az évben meg tud újulni, és újra régi fényében tud pompázni itt a város közepén. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét.
Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Tolnán a Magházban ezúttal Kovács Tibor festő és rajztanár kiállítását tekinthették meg a látogatók. A tárlat megnyitását beszéddel, szavalással és zenés produkciókkal színesítették. A kiállítás szeptember óta szerveződik itt a Magházba, és erre a tavaszi időpontra sikerült realizálni. A kiállított anyag válogatása korábbi évek munkáiból, illetve a frissen készült néhány alkotásomat is elhoztam. Egyfajta áttekintés nyújt abból a munkából, amit én itt végzek az évtizedek alatt. Mindenféle képfestmény látható, a régebbi korokból, aztán a legújabb korokból is. Az alkotások témájába kaphattunk betekintést a szerzőtől. Témáját és a technikáját tekintve, a témája elsősorban maga az ember. Az ember és a körülötte levő világ, a szűke világ, az emberi kapcsolatok, a gesztusokban megnyilvánuló emberi kapcsolatok rendszere, amit elsősorban színekkel próbálok kifejezni, arctalan, kis elvont formákkal, valahol az absztrakt és a konkrét határán mozog az, amit én csinálok. Az elvont gondolatok absztrakciója elsősorban, amik itt megláthatók, megjeleníthetők. A technikát tekintve pedig egyfajta pointillizmushoz hasonló, de nincs köze hozzá. Végülis az esetkezelés az hasonló, mint a pointillista festészetben, de én alapvetően a színek és a színárnyalatok egymásra rakásával hozom létre azokat a formákat, amelyek megjelennek ezeken a képeken. A festőt az utóbbi időben a nagyobb távlatok, dimenziók foglalkoztatják, ez látható a festményeken is. Foltszerűségben hasonlítható a posztimpresszionistákra, de egyébként a maga az elmélet, ami a posztimpresszionisták mögött van, az
az egy kicsit más, az nem egyezik. Az utóbbi időkben a nagyobb távlatok, a nagyobb dimenziók foglalkoztatnak, az ember és a távlat, a térmélyisége, hogyan harmonizálható, hogyan lehet kompozícióba szervezni. Az újabb képeken ez látható, és ez jelenik meg. Kovács Tibor szerint korosztálytól és nemtől függetlenül mindenki számára fogyasztható tartalmat kínálnak az alkotások és a kiállítás is egyaránt. A művészet általában jövő egyetemes, tehát ez mindenkire vonatkozik. Mindenkinek meg kell találnia magának a benne rejlő tartalmat. Tehát gyakorlatilag, ha a kisebb, fiatalabb generációnak szól, és én inkább azt mondanám, hogy a fiatalabb generáció, aki fogékonyabb erre a stílusra, de ugyanúgy az idősebb generáció és az idősebbek is szeretik ezeket a képeket, és találnak benne olyan motivumot, vagy olyan mondani valót, amit szeretnék elmondani. Elég sokféle megközelítésben látják ezeket a képeket, és szerintem ez a jó. Volt egyszer egy néni, aki elhívott egy kiállításon az egyik festményhez, és ő elmondta azt, hogy mit lát abban a képben. És én azt mondtam neki, hogy nagyon jó, szuper. Én egészen más gondoltam erről a képről, de ő végül is azt látta benne, és ő azért szerette ezt a képet. Tehát rendkívül sokféle tartalma van, sokféle vetülete van ennek az anyagnak. Mindenki talál magának benne olyat, ami kedvére, örömére van. Az alkotó folyamatosan dolgozik következő projektjein. Legközelebbi kiállításai májusban lesznek megtekinthetőek az Egri Művésztelepen és Kecskeméten az Agora Galériában. Dolgozom folyamatosan, tehát vannak készülő műveim is, vannak terveim, elképzeléseim, ahogy tudom, úgy dolgozom és készítem ezeket az alkotásokat. A kiállításokat tekintve pedig valószínűleg májusban, nagyon keservesen, de májusban összejön a Egri Művésztelepen egy kiállítás. Aztán azt követően pedig Kecskeméten az Agora Galériában lesz egy nagyobb, átfogóbb, több alkotást tartalmazó kiállítás. És jövőre pedig Kanadában lenne a negyedik kiállításom igazából. Valószínűleg sikerül realizálni azt is. Jövő évben külföldi kiállításokon is igyekszik bemutatni műveit. Sportosan telnek a vasárnap reggelek Tolnán. A városban működő Futolna nevű csapathoz ugyanis egyre többen csatlakoznak. Igazából én is nemrég csatlakoztam be ebbe futolnás csoportba, körülbelül fél éve, inkább a feleségem volt benne már korábban, és ő invitált inkább ebbe a csoportba, lépjek be én is, de igazából itt indulunk egy balettársága Balaton körbefutásra, innen indult nekem a futásom, hogy akkor arra készüljünk, és utána csatlakoztam a Futolnához. Hát igazából én most a csoportnak köszönhetően nagyon megszerettem a futást, és most már indulunk a Mogyi félmaratonon is, hogy egyre több versenyre is invitálnak, és nagyon nagy segítség a bennlévők rutinja, és a segítsége itt az Egri, a Klem Zsolti, Rász Tibinek és a Fülöp Molynak is a segítsége, ez óriásiat fejlődtünk mi futásba is, mert én inkább hozzáteszem, hogy ismerem a foci a nagy szerelmem, de így megszerettem a futást is.
A testmozgás mellett nem elhanyagolható szempont az igen jó társaság sem. Ezt mondják a Futolna tagjai. Annyira jó kis közösség és annyira jó kis hangulatú futás van így közösen. Én egyedül igazából nem is indulok ki futnak. Ha nem vagyunk ketten, hárman, nem indulok egyedül futni. És heti háromszor járunk futni, és így a csoporton keresztül mindig beírjuk, hogy ki hogy szeretne futni, vagy hogy olyan ideje. És inkább ez a közösségnek, a közösség vonzott jobban, és annak az örömére járok futni. A Futolnához olyanok is csatlakoztak, akiknek korábban a sport nem igazán volt fontos. A közösségnek köszönhetően viszont megszerették azt. Az eleje úgy történt, hogy volt egy testnevelő kollégám, aki itt van köztünk, Klem Zsolt, és folyamatosan beszélt rá, hogy hát fussak, mozogjak, mert hogy nem volt az életemben ez. És akkor Zsolti rábeszélésére 10 évvel ezelőtt kezdtem el először csak sétálni, aztán kocogni, és 4 évvel ezelőtt volt egy ünnepi edzőtábor, amikor a Zsolti mondta, hogy most már jó lenne, hogyha csatlakoznék a csapathoz, bár hát nagyon meg voltam ijedve tőle, mert hát nagy futók vannak itt, ultra futók, akiknek azért olyan sporteredményeik vannak, ami számomra elérhetetlen még a mai napig is, és nem is akarom őket utolérni, én ezt nagyon nagy tiszteletben tartom, az ő eredményeiket, és akkor hát nagy bátran én csatlakoztam a csapathoz. Van egy messenger csoportunk, mindenki beteszi, hogy mikor akar menni futni, beírjuk az időpontokat, és akinek van kedve, az mindig csatlakozik hozzá, tehát ez abszolút nem kényszer, semmi kötelező nincs ebben a futásban, mindenki amikor és ahogy érzi, hogy az ideje engedi, a családja, az állapota, az időjárás engedi, mindenki úgy csatlakozik hozzá, megvan az indulási pontunk, van a nagy fa, onnan szoktunk indulni, és megvannak a körök, hogy mennyit megyünk, M9, kifutunk az M9-ig, van, aki otthonról indul, van, aki csak kocsival jön a nagyfáig. Úgyhogy ez ilyen nagyon jó, tehát nagyon jó közösségépítő, megváltjuk a világot futás közben. Nekem nagyon sokat adott személyesen ez a csoport, tehát olyan eredményeket értem el, amit soha életemben nem hittem volna, hogy el tudok érni. Egymást motiváljuk, húzzuk, amikor kell. Azért nagyon jó, amikor reggel az ember úgy kell fel, hogy nekem nincs kedvem, de tudom, hogy lent vannak, és én beírtam a csoportba, hogy megyek, akkor az visszatartó erő attól, hogy az ágyban maradjak. Nyilván ez lemondás is mindenki részéről, aki elkezd futni, mert hát reggel 8 órakor mi már itt vagyunk vasárnap is, vagy szombaton is, és megyünk. Ami számunkra viszont nagyon fontos itt a csoportban, az összetartás, az egészség, és hogy mozgunk. Ez a 3 dolog, amit szeretnék kiemelni. Nagyon-nagyon sokat kapunk mi újak, hanem a nagy múltú futóktól, futótechnikában, tanácsokat, tapasztalatokat. Ezeket nem kell mi átéljük, hanem átadják nekünk, úgyhogy ezért is jó csatlakozni hozzánk. Klem Zsoltot senkinek sem kell bemutatni Tolnán, az ultramaratonista Ironman szintén a Futolna csapatát erősíti. A lényeg a következő, aki elmegy mozogni egyet, kiírja ebbe a csoportba, amit ugye használjuk ezt a világhálót már pozitív célokra is. Tehát kiírja, és akinek van kedve, elmegy vele. Nincs benne kötöttség, egy annyi ráutalás van, hogy hagyjuk a sikamlós témákat, tehát nem politizálunk a futás közben, és akkor így az élvezeté marad az egész tevékenység. Tehát még egyszer összefoglalva talán azt tudom mondani, hogy aki amikor elmegy futni, kiírja, aki szeretne, csatlakozik hozzá. Egyébként mi ezeken a futásokon kívül azért mindenki futkározik még. Ugye itt a hétvége, amikor ráérünk, akkor megyünk együtt, és ekkor viszont tudjuk azt, hogy a csapatért megyünk, a beszélgetésért, a közös élményért megyünk, és akkor senki sem fut gyorsabban, vagy aki gyorsabban fut, mindenként megvárjuk egymást. Tehát együtt maradunk, egymásra vigyázunk, figyelünk, és a közös téma pedig adva van.